Estenek túl vagyunk az ötödik napon. Elég elfáradtam. Most sajnos az utolsó 20 kilométeren eltört a hátsó segédvázam. Ne higgyetek neki! Ezért nem érzem a combat, mert combot tartottam az egész motor hátulját. Az én molynomat kell a kocsiban. Tegnap egy daráscsípéssel szenvedtem végig a délutánt. Állásteni a sikerült beérnem. Egyedül azt a hétfői időkicsúszást sajnálom, mert el kellett lőnöm a Joker kártyát, de... Azt elmondanád, hogy mit jelent az a Joker kártya, mert sokan nem tudják. A klubcsapatosok használhatják fel, hogyha egy napon fél óránál több lesz a késésük, akkor másnap indulhatnak újra, viszont érmet már nem kaphatnak a hatodik nap végén. Aha, de hát tulajdonképpen a hat napokra majdnem, hogy... Az értékelésben benne maradtam. Csak annyi, hogy érmet nem kapok a végén. Aha, de azért elégedett vagy magaddal, nem? Persze, hát első hat napos, és ha úgy veszek, akkor vagyok a... Nem vagy olyan vidám. Szóval, hogy fáradt vagy, de fáradt azért... Fáradt vagyok. Hát most az utolsó egy órám hiányzott a vásztörés, de... Egész eddig jól ment minden. Ezt a vacsorán egy kicsit vidámabb leszel? Mindig vidám vagyok. Köszi, Ricsi. Rendben. Újdonsült szakosztályvezetőket, Hadobás Ádámot kérdezem, hogy igaz, hogy még nincs vége a hatnaposnak, de öt napon már ő is túl van. Ádám, egy-két szóval jellemeznéd ezt az öt napot, hogy hogy telt számodra? Igen, a nehezén már túl vagyunk. Elnézést, itt váratlan meglepetések érnek. Tehát a nehezén már túl vagyunk, úgyhogy a félig meddig ilyen nyakamba érezhetem azt az érmet, de még nekiabáljuk el holnap, míg azon a processzen azért csak végig kell valahogy kilickálni. Reméljük, az már nem okoz gondot. Hát nagyon nehéz öt napon vagyunk túl. Itt az időjárás az nagyban megnehezítette a dolgunkat szerencsére. Meg mellékesen még itt a sötét, meg a versenyzőtársak, meg egy-két vaddisznó, egy-két szikla, úgyhogy volt kaland bőven, de itt vagyunk a célban. És egyben vagyunk, úgyhogy ez a lényeg. Eredmény az olyan, amilyen, de befejeztem, úgyhogy erre azt hiszem büszke vagyok, és gratulálok mindenkinek, aki itt van velem, és köszönöm szépen a segítséget és az egész hetes kitartást itt a fiúknak, itt a videós kollégának, és onnan fentről is köszönöm a segítséget a 4-es számú versenyzőnek, mert egész héten velem volt, úgyhogy. Mennyire vagy elégedett a szerviz csapattal? Teljesen, mindennel elégedett vagyok. Azért, mert fáradt vagy? Nem. Mondjuk egy pici kritikával, hogyha érhetek, a kettes TC-n a Bander azt megkérdezte, hogy mivel várjon itt a fődepóban. Mondtam neki, hogy legalább egy jó hideg sörrel, és ezt még nem kaptam meg, úgyhogy ennyi kritikával, hogyha érhetek, akkor ennyivel szeretnék élni. Igen, akkor ezt gondolom az esti vacsoránál majd pótolni fogja. Remélhetőleg igen. Köszönöm, Ádám. Egészségüteket. Szabolcska Zolit kérdezem, hogy ötödik napon túl vagyunk, holnap még van egy laza cross-teszt. Egy pár mondatban jellemezni lesz az öt napot, hogy számodra ez hogy telt. Tudom, hogy nincs rá egy mondjuk egy fél óránk se, de egy pár percben esetleg, hogy mit emelnél ki igazán? Vasárnap este gyomor problémákkal küzdöttem, ezért hétfőn igen gyengén kezdtem a napot. Kicsit összeszedtem volna magam, addigra leszakadt az eső, úgyhogy ezáltal kicsúsztam, és Joker kártyával kellett tovább mennem. Az elég elkeserítő volt számomra az első nap után, és végig beállt a kezem. Tulajdonképpen végig beállt fájós kézzel kellett mennem, és mikor? Hát szerdától még esténként is erre keltem fel a fájdalmakra, majd ma, ugye a második
szerviz pont után egyszer csak megszűnt a fájdalom, és el tudtam kezdeni motorozni. Igen, a tempódon lehetett látni, hogy mint hogy belehúztál volna, vagy valami. Tudtam végre motorozni, mert eddig annyira fájt a kezem zsibbat, nem tudtam működtetni a féket úgy, ahogy én szerettem volna, a kuplungot, nem úgy tudtam használni a motort, ahogy én akartam volna. Inkább ő használt engem, úgy mondanám. Hát, amit élveztem napokat, az a szerdai, az volt olyan élvezhető nap számomra, meg a mai. Ma kifejezetten élveztem a motorozást, meg szerdán. És még majd meglátjuk a holnapi cross, hogy majd az, hogy Oké, neked is ez a második hatnaposod volt, vagyis hát még nem fejezted be, de ez a második hatnaposod. Az előzőhöz képest a nehézségi foka mennyivel volt? Hát, ugye én Szardinián voltam először, ott egy fékhiba miatt nem bírtam, ott is egy Joker kártyával kellett mondom. Az, mivel hogy első volt, az is egy kicsit nehéz volt számomra, de ez egy kicsit nehezebb volt. Itt egy kicsit az eső megnehezítette talán, meg az, hogy itt, ott is volt kő, itt is volt kő. Itt talán egy kicsit kevesebbet mentünk talán aszfalton, de szűkebbek voltak az etapidők, nagyon sokat kellett dolgozni az etapokon, ezért már a mérteken egy kicsit fáradtabban érte az ember. Meg a kövek, azok nem száraz kövek voltak, hanem ezek a nyákos, zsíros, csúszós kövek, tehát nagyon kivette az emberből az erőt. Tehát ez egy kicsit nekem fárasztó volt. Oké, még egyet kérdezek, hogy a körülötted levő segítség és a szervizcsapattal mennyire volt elégedett? Maximálisan, maximálisan. Ja, még hozzátenném ugye, hogy keddi napon ugye víz problémáim voltak, egyszer elgőzölt ugye a víz, akkor majdnem sikerült megint kicsúsznom a 30 percből. Na most ugye azt tudtuk orvosolni, mert a hűtősapkával volt probléma, és folyamatosan ugye elgőzölt ezáltal a víz. Egész nap öntögettük utána a vizet. Hála Istennek időben megállítottam a motort, így nem sült meg, és tudtam tovább folytatni. Már akkor azt hittem, hogy vége lesz egyébként a mutatványnak. Ugye szerdán egy jót motoroztam, majd csütörtökön ismételt egy műszaki probléma. A segédvázból, a felső részéből a egyik csavar az eltűnt, a másik elszakadt. Azt tudtuk pótolni, és tulajdonképpen így sikerült befejezni a versenyt. Okay. Akkor a holnapi kosztesz az már igazából csak a habatortán lesz, igaz? Hát bízom benne, hogy egy kicsit ott is tudok végre úgy motorozni, ahogy szeretnék. Erőt még érzek magamban. Hát szeretnék egy jó cross menni. Oké, okay. Sok sikert a holnapi naphoz. Köszönöm szépen. Köszi szépen. Mehet is. Na mehet is. Hát, ötödik napnak vége. Én szerintem ma volt a legjobb nap. Komolyan, annyira, tehát örömmotorozás volt. Lehet, hogy azért is, mert éreztük, hogy vége van, de valahogy úgy éreztem, hogy most jó megy. Tehát így kellett volna az első nap is történni a dolgoknak. De nyilván neki így kellett lennie, hogy a végére jön ki a kondícióm. Egy nagyon nagy szívfájdalma van, tönkrement az övtáska. Ez a legnagyobb bajom. Szponzort keresel? Nem keresek szponzort. A harmadik hatnapos világbajnokságot csináltam meg ezzel az övtáskával. Most úgy néz ki, hogy őt le kell cserélni. Én maradok, remélem. És a cél az összes többi, ami még hátra van, ahova tudunk, oda megyünk. Tényleg élvezetes volt, nagyon szépen köszönöm a kiváló munkát a szervizcsapatnak, akik nélkül nem hiszem, hogy be tudtam volna ezt fejezni, bár még nem is befejezve, mert holnap még hátra van egy zárókrossz, de az már kávézás lesz. Vízzel együtt kéne volt. Kátai Petit kérdezem, hogy neki hogy telt ez az öt nap, mit várt az öt naptól, és hogy mi teljesedett be ezen az öt napon, mennyire vette el a kondidat például ez az öt nap, és hogy a holnapi nap az igazából már csak egy ilyen ráadás lesz. Úgy, mint mindenki, nekem is voltak azért problémáim, többek között belázasodtam a harmadik nap este, megkettem egy gyógyszert, és előtte sem voltam annyira túl fit, főleg ez volt a legnagyobb probléma számomra, hogy egyszerűen nem tudtam úgy menni, ahogy szerettem volna, mert például ma a
második körben abszolút nem volt erőm. Valamiért nem tudom egyszerűen, nem tudom. Még az első kör elment, de a második kör az... az és azért az rátett a bélyegét az egészre. De hát végigcsináltuk, jó nagy szenvedés volt az egész. Úgyhogy a motor az abszolút kibírta. Jó volt a motor, úgyhogy ennyi. Oké. Okay. De én úgy tudom, hogy neked ez volt a hetedik hatnaposod. Hogyha azt kérdeznem, hogy a 7-6 napos közül ez mondjuk egy 10-es skálán milyen, hol szerepelt ez a szlovákiai verseny, akkor mit mondaná rá? Figyelj, ezek a versenyek ilyenek mind. Most én nekem azért volt nehezebb, mert nem tudtam úgy menni, ahogyan szerettem volna. Szóval fáradt voltam, nem éreztem az egészet, és ezért szenvedtem. Most legalább átéreztem azt, hogy aki mondjuk kicsit gyengébb motoros, azért annak azért nehezebb sokkal. Bármint olyan szempontból nehezebb, hogy sokkal mindenre figyelni kell. Mert amikor nincsen, ha nem tudsz menni egy olyan 70-80-nal, 60-70-80-nal végig, akkor egyszerűen dobálja a motort, minden dobálja, mindennek neki megy, szóval nem nehéz így. Mert hogyha minél gyorsabban mész, eleve ugye rövidebb idő, mert utána több időt tudsz pihenni, és meg ugye a sebességtől nem üt akkorát, hanem bemarad a motor a nyomokba, és egyszerűbb bucsokkal. Viszont tehát benne van az, hogyha mondjuk a tévesztesz, akkor azért az eléggé fájdalmas. Holnap a hatodik napon lesz egy cross test, azon még azért oda teszed magad, nem? Nem tudom, majd megnézzük az eredményt, hogy hány százalékon állok, hát hogyha muszáj, akkor valamennyire persze. De hát én azért óvatosan, az rengeteg a baleset, nagyon sok. És főleg én elsődleges problémám a fizikai, az egyszerűen nincs ehhez megfelelő fizikai állóképességem. Meg ráadásul meg beteg is voltam, meg nem is éreztem magam jól, szóval így duplán óvatosnak kell lennem, mert nem ér az egész ennyit, úgyhogy látjuk, hogy más versenyzők is, meg ugye nálunk is sok baleset történt, úgyhogy át kell gondolni azt, hogy az ember mit akar, hogy jobb az, hogyha lassabban megy, és befejezi, vagy pedig elesik, és vagy a motorban győzött. Úgy tudom, hogy rajtad kívül itt a magyar enduros társadalomban a Tóth Laci, a másik öreg róka, aki ő is aztán 7-6 naposon van túl. Melyik ötöket fogjuk még 6 naposon látni, téged vagy őt? Hát nem tudom, én azért még megyek, szóval én azért azt érzem magamon, hogyha mondjuk ebben az évben nem motoroztam sokat, de szóval nem érzem abszolút azt, hogy lassabb lennék, vagy. Szóval most ezzel egyszerűen nem úgy jött ki a dolog, mondom, ez az egész fizikai állóképességem nem volt megfelelő arra a tempóra, ahogy én megyek, és inkább lassabban mentem ezért. De megcsináltad. Persze, hát azért van valójában a végszemet az ötnapotra. Köszönöm szépen, Peti. Okay. Tóth Barna a villám. Laci, ezt neked adom, gyere. Na, miről szól? Alapos, tehát nem, az öt nap, mert ugye egy még van hátra, és akkor mi történt veled? Tehát hogy értékeled saját magadat ebben az öt napban? A holnapit azt hagyjuk, mert az még odébb van, de... Mi történt, Barna? Elég jól sikerült a mai nap, elég felszabadultan sikerült motorozni. Talán esetleg az öt nap közül gyakorlatilag a mai volt a legjobb. Holnap sokat az eredményen változtatni nem fogok, ezt már előre látom, de azért az árokrosszon próbálok valamit ügyködni még. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Nem láttam még a pályát, tehát nem tudom, hogy nagy ugrók, nagy asztalok, milyen jellegű a cross pálya. Megpróbálkozunk ott valami látványosat motorozni. Meg hát igazából már csak élményre. És motoroznál még, vagy ez most így elég volt egy darabig? Nem, most ez így elég volt egy darabig, de hát nem olyan nagy kihagyás lesz, mert gyakorlatilag szeptember végén mi utazunk ki Törökországba, Sea-to Sky-ra, és hát ott egy újabb meccs. Jó. Köszönöm szépen. Tóth Lacit kérdezném, hiszen ő volt a csapat részéről megbízott nemzetközi delegált ezen a szlovákiai hatnaposon. Arról kérdezném, hogy látta kívülről a csapatot, hogy látta belülről a csapatot, meg egyáltalán hogy látta az egész versenyt, meg mondjuk a lebonyolítás részében gondolom sokkal többet látott, mint a versenyzők vagy a segítők. Ez hogy történt, Laci? Hát a verseny maga egy nagyon profi megszervezett
kemény verseny volt. Én azt láttam, hogy tényleg meg kellett küzdeni a fiúknak azért, hogy beérjenek ide a, most az ötödik nap végén a célba, illetve hát majd holnap a hatodik napon az összevont crossra. Főleg az első nap volt szerintem a legnehezebb, mert ott az első nap végére megjött egy komoly eső, ez mindig azért nagy próbatétel, és végig azt lehetett látni, hogy nagyon fáradtak voltak a srácok, mert nagyon kemény volt az etap, szűkek voltak az idők, sietni kellett, nem nagyon lehetett pihenni, eléggé hullámos lett a pálya, nyomok nagyok lettek, és emiatt kivette az erőt sajnos a fiúkból. Hát mindent megtettek, ami kis magyar részről megtehető volt. Sajnos két sérült lett, így nem túl jó az összesített eredmény, de hát ebben az évben ennyi sikerült. Oké. Nem olyan régen beszéltem a Kátai Petivel, és úgy tudom, hogy, vagyis hát ha jól tudom, hogy ti most egálba vagytok, mind a kettőtöknek 7 teljesített 6 naposa van. Ezt jól tudom? Hát ha a Kátainak 7 van, akkor jól tudod, hogy egálba vagyunk, mert igen, nekem is 7 van. Oké, én tőle is megkérdeztem, hogy látjuk-e még 6 naposan téged, látunk-e? Hát engem versenyzőként már nem biztos, de azért azt soha nem mondta, hogy soha. Én ezt nem akarom sosem kimondani, elképzelhető. Oké, köszönöm szépen!